visszatértek a Tomás Zoltán, és Meyer Tamással. Tomás Zoltán, kérdezem, hogyan értékeli a mérkőzést? Hetedik győzelem egymás után. Ja, erstmal sind wir natürlich alle sehr, sehr glücklich. Először is azt szeretném mondani, nagyon boldogok vagyunk. Ich kann den Jungs nur ein Riesenkompliment machen, was sie heute wieder auch geleistet haben. Óriási dicsőséget szereztek a fiúk, és csak bókokat tudok mondani nekik. Ja, wir mussten einige Positionen verändern. Néhány helyen meg kellett változtatnunk a csapatot. Und ja, ich denke, dass wir mehrere gute Phasen im Spiel hatten und einige, die nicht so gut waren. Úgy gondolom, hogy több jó szakasza volt a mérkőzések számunkra. Persze volt olyan is, ami nem volt jó a számunkra. Ja, wir haben versucht, das Spiel zu machen. Wir wussten, dass Dioskö etwas tiefer stehen wird. Megpróbáltuk alakítani a játékot, a saját játékunkat játszani. Tudtuk, hogy a Dioskö hátra húzódik, kicsit visszaáll. Und wir haben gesehen, wenn wir den Ball schnell machen und Geschwindigkeit aufnehmen in Richtung 16er, dass sie Probleme haben werden. És láttattuk, hogy amikor kellően rá tudtunk gyorsítani a 16-os környékén, a 16-os előtt, akkor problémák adottak a Dioskö védekezésénél. Und für uns war wichtig, dass wir nicht so viele Standardsituationen gegen uns gehabt haben. Darauf haben wir hingewiesen, weil jeder Spieler war, glaube ich, ein Kopf größer als die von uns. Fontos volt számunkra, hogy a rögzített helyzetekből ne érjenek el jó helyzetet, mert úgy láttam, hogy mindegyik játékosuk legalább egy fejjel magasabb volt, mint a miénk. Ja, wir hatten zweite Halbzeit, die ersten 10-15 Minuten von der zweiten Halbzeit, die waren nicht so gut. Da kamen wir nicht so richtig ins Spiel rein, da haben wir auch das 1-1 bekommen. A második félidő elején 10-15 percig nem igazán éreztük a játékot, mintha aludtunk volna. Ja, und dann haben wir noch mal auf den Seiten, vor allen Dingen, weil wir gesehen haben, die Jungs haben viel gearbeitet, die haben auch nicht so viel trainiert. Holmann und Ukray haben wir noch mal frische Leute gebracht, um noch mal ein Zeichen zu setzen, auch für das Team. És az egyenlítés után új erőket mozosítottunk, hiszen a héten se Holmann, se Ukray nem tudott kellően edzeni. Ezért kellett cserejátékosokat becserélnünk. Wir mussten immer aufpassen, dass wir nicht in eine Kontersituation reinlaufen, weil es waren auch gefährliche Situationen. Ist klar, wenn man nur nach vorne dann denkt und das zweite Tor machen will, weil ein Punkt ist letztendlich dann auch zu wenig, wenn man um die Europa League spielt. Tudtuk előre, hogy az egy pont az nem elég, hogyha az Európa Ligába akarunk szerepelni. Tehát ezért előtettük nagyon a támadást, hogy megszerzzük a döntő gólt, de nagyon figyeltünk arra, hogy az ellentámadásokból ne kapjunk gólt. Ja, und ich denke, dass die Jungs sich das verdient haben auch. Und Daniel Böde, der in der zweiten Halbzeit viel gearbeitet hat fürs Team, Bälle festgemacht hat, dass der sich auch belohnt hat, 5 Minuten vor Schluss dann auch das Siegtor zu schießen, das freut mich natürlich ganz besonders auch. Úgy érzem, hogy megérdemelték a fiúk a győzelmet, különösen Böde Daniel, hívnám fel a figyelmet, aki az egész mérkőzésen nagyon küzdött, harcosan dolgozott, és így 5 perccel a befejezés előtt megszerezte a számunkra győzelmet jelentő gólt. So, und jetzt haben wir nächste Woche wieder eine schwere Aufgabe und ja, wir werden uns jetzt regenerieren, werden die Wunden lecken und dann werden wir uns wieder vernünftig vorbereiten aufs nächste Auswärtsspiel. Következő héten is nagyon nehéz mérkőzés vár, azonban addig kipihenjük magunkat, nyalogatjuk a sebeinket, és kellene fel fogunk készülni a következő idegenbeli csatánkra. Freue mich natürlich auch, dass wir heute unseren mein Partner, der heute Geburtstag hat, dass die Mannschaft ihm das schönste Geschenk heute bereitet hat, nämlich Ralf Zumdick, der heute Geburtstag hat. Und es ist immer schön, so einen Tag dann auch, gerade wir sind im Ausland, wir sind nicht zu Hause. Das ist natürlich doppelt schön. Örülök neki, hogy Ralf Zumdick másodedzőm ilyen nagy utalomban részesült a csapat által, ugyanis ugye ma van a születésnapja, ma ünnepli a születésnapját, és ez mindig nehéz egy idegen országban, hogyha nem otthon vagyunk, és így ünnepelni, de a csapat neki ajánlja a győzelmet. Alle sind zufrieden, Paul, Scholtan, alle sind zufrieden. Mein bester Freund ist aus Hamburg gekommen. Also es ist ein wunderschöner Samstag. Ja, úgy érzem, úgy érzem, hogy mindenki elégedett, mindenki boldog, a vezetőség, a legjobb barátom Hamburgból megérkezett, tehát mindenki nagyon boldog. Köszönjük, köszönjük szépen. Van neki kérdések, parancsoljon. Olyan kérdésem lenne Tomásztól, hogy Zuhász Attila vagyok, az online.com felelős szerkesztője, hogy tudja-e, hogy mikor volt a Ferencvárosnak az utóbbi ilyen sorozata, hogy Zsinórban 7 bajnoki mérkőzést meg tudott nyerni. Ezt már.
Weiß ich nicht. Ich sollte nach Hause gehen noch und sofort googeln, Mann. Sajnos nem tudom megmondani, de megígérem, hogy hazamegyek, azonnal kigooglizom. De ha ön tudja, akkor le. Legutóbb Varga Zoltán idejében, amikor átvette 1996-ban a Ferencváros, az azóta elhúnyt legendás Varga Zoli, úgyhogy az ő nyomdokaiban értettünk. Gratulálok. Köszönöm. Köszönjük, további kérdés. Apropó, a következő mérkőzés, mi a véleménye a esetleg, hogy hogyan fogják pótolni Besics játékát, ha esetleg kiutazik a világbajnokságra? Ez végleges döntés van erről? Ich hab mit dem Nationaltrainer, mit Susic, hab ich telefoniert und Momo wird die Woche bei uns bleiben. Und wird am Wochenende auch spielen und geht dann nach dem Spiel in Haladás, geht er zur Nationalmannschaft. Beszéltem a bosnyák szövetségi kapitánnyal, megbeszéltem a dolgokat, hogy Besics nálunk marad a héten, lejátsza a Haladás elleni mérkőzést, és utána fog a válogatott kerethez csatlakozni. Die bosnische Nationalmannschaft, die kommt schon am 15. zusammen. Már 15. május 15-én a bosnyák válogatott ugye találkozik. Das Beste ist immer, wenn man einen direkten Kontakt zu seinem Kollegen hat, dann kann man das auch mal untereinander auch mal regeln. Und große Klasse auch vom Nationalcoach, dass er unserem Verein Ferencváros so entgegengekommen ist, dass wir Momo für dieses wichtige Spiel auch noch haben. Ez egy nagyon jó dolog, hogy napi kapcsolatban vagyok a szövetségi kapitány, és nagyon jól esett, hogy ő megtisztelt azzal, hogy Besics még nálunk maradhat ezen a héten, és csak utána kell elutazni a válogatott kerethez. Aber er war ja auch Mittelfeldspieler wie ich, so man versteht sich dann. De hát ő is középpályás volt ugye régebben, mint én, úgyhogy így megértjük egymást. Köszönjük szépen, további kérdés. Azt szeretném megkérdezni, hogy a szünetben a levonuláskor élénken magyarázott valamit Lassainak, hogy mi volt ez. Ja, ich war nicht einverstanden mit der gelben Karte für unseren Kapitän. Nem értettem egyet a csapatkapitányunk sárgalapjával. Ja, wir haben sachlich diskutiert. Megbeszéltük szakmailag a dolgot. Und ja, er hat seine Meinung. Meine Meinung war, dass er ein ganz normales Tackling zum Ball gemacht hat. Es war keine Gefahr, dass er ihn verletzen konnte. Der Ball war dazwischen ein ganz normaler Zweikampf. Ő is elmondta a véleményét, én is elmondtam a véleményét. Én úgy láttam, hogy ez egy teljesen normális hétköznapi párharc volt. A labda ott volt a közelben, tehát nem emberre irányult, hanem a labdára irányult a mozdulata. Und dann vermisse ich so ein bisschen so ein Fingerspitzengefühl. Er weiß, er hat 4 gelbe Karten. Wir haben nächste Woche ein ganz schweres Spiel in Haladás. Dieses Wochenende haben mir schon 2 Jungs gefehlt. Jetzt fehlt mir nächstes Wochenende mein Kapitän. Und dann muss ich ein Gefühl haben dafür und muss wissen, er hat 4 gelbe Karten. Dann spreche ich mit ihm nochmal, aber ich gebe ihm nicht gleich nach 35 Minuten die gelbe Karte und er ist gesperrt. Da muss ich ein Gefühl für haben. Én úgy érzem, hogy a bírónak egy kicsit több érzéssel kellett volna hozzáállni a csapat. A csapatkapitányunk az ugye 4 sárgalapja volt, és a sárgalapot kapott, ugye hiányzik a Haladás elleni meccsen. Ez ugye a múltban is előfordult többször. Én úgy érzem, hogyha kicsit félreírta volna, megbeszélte volna, hogy kicsit nyugodjon le, akkor másképp lehetett volna ezt a szituációt kezelni. Und ich bin der Erste, der sagt, wenn einer mit den Stollen so entgegengeht, dann sage ich, okay, gefährliches Spiel. Aber wenn einer mit der Seite kommt, wo der Spann nach oben guckt und er geht zum Ball, es gibt keine Gefahr, den Gegenspieler zu verletzen. Da muss ich ein Gefühl haben als Referee. És én úgy érzem, hogy a bírónak érzékelnie kell azt a szituációt, hogyha a játékos becsúszik, emberre megy, ugye a labdát nem akarja megjátszani, viszont akkor, hogyha valaki oldalról érkezik, és tényleg a labda megjátszása a célja, nem akar semmilyen veszélyes szituációt előidézni, nem akar sérülést okozni, akkor úgy érzem, hogy jobban meg kéne érteni ezeket a helyzeteket. Köszönöm. Köszönjük szépen, további kérdés. Még egy lenne Cserhát András nemzeti sportfőnök, Tomis Lecsicsitótól is megkérdeztem, hogy mi a vélemény a 11-es szituáció, hogy fordulópont lehetett volna. Azt hiszem, hogy nem legyen szó, a szituáció, Ja, ich glaube, wir haben Glück gehabt. Ich glaube, dass er alle Augen zugemacht hat. Én úgy érzem, hogy szerencsénk volt, és mindenki beújta a szemét. Ja, es war eine schwierige Situation, weil Tschuko war so ein bisschen hinten dran an den Beinen, hat ihn leicht touchiert. Also, es gibt Referees, die geben auch den Elfmeter. Da können wir uns wirklich nicht beschweren. Nehéz helyzet volt. Csukic egy kicsit hátrébb állt, mint a támadó játékos. Úgy érzem, hogy nem panaszkodhatunk ebben az esetben a bíróra. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, van-e még esetleg kérdés? Amennyiben nincs, nagyon szépen köszönjük a figyelmüket, szép napot kívánok! Már egyszer jó napot! Köszönöm.